Jól állok a másodosztályú bajnoki címhez. Volt pár nehéz pillanata a mérkőzésen csapatának, de a mutatott játékot felülírja, hogy ezzel az egy ponttal bajnok a Vasas? Hát igen, nem minden diadalmenet, tehát nem minden mérkőzés, úgyhogy ez egy nagyon kemény meccs volt, ahol hát ahhoz tudnám hasonlítani, mikor mondjuk egy teniszezőnek ki kell szerválni a Grand Slam tornát. Tehát persze nálunk is ránk nyomta a bélyegét ez a... Szóval igen, tehát ilyen. Ez ebből a szempontból is egy nehéz mérkőzés volt. Mivel tudnál jellemezni ezt a frissen élvonalba jutott Vasast? Tessék? Mivel tudnál jellemezni ezt a frissen élvonalba jutott Vasast? Milyen ez a csapategység most? Hát azt gondolom, hogy azért látszott sok minden belőle. Tehát azért, amikor harcolni kell, vagy küzdeni, akkor harcolunk és küzdünk. Amikor futballozni, akkor futballozunk. És most ez kevésbé dominált, inkább a küzdelem része, de azért nem gondolom, hogy meg kell magyaráznunk, hogy sikerült megnyernünk a bajnokságot, és ennyi mérkőzés, ennyi mérkőzést hoztunk le. Mondtam, hogy ez egy maratoni bajnokság, aminek most érkeztünk el idézőjelbe a finiséhez, és nagyon örülünk neki. Mire lehet képes a Vasas az élvonalban? Hát ez egy következő fejezet, úgyhogy ebben most nem bocsátkozni